Újra itt a Kispad heti sportmagazinunk. Köszöntöm kedves nézőinket, tartalmas időtöltést kívánok! Ingyenes, csoportos edzési lehetőséget biztosít az érdeklődők számára a helyi önkormányzat. A cél, hogy azoknak is elérhetővé tegyék a sportolást, akik ezt anyagi okokból nem engedhetik meg maguknak. A program keddenként este 7 órától zajlik a Fox esetermében a Patyolat udvarban. A DSTV műsorán már találkozhattak Dóczi Zsuzsa edzéseivel a nézők, most azonban alkalmuk lesz rá az érdeklődőknek, hogy ingyenesen kipróbálják a tréner által összeállított gyakorlatsorokat. A napokban indul a Mozogj Dunajváros program. Az ingyenes kezdeményezés lényege, hogy megadják a mozgás lehetőségét mindenkinek. A programba több edzőt és trénert is bevontak, hogy változatossá tegyék a mozgásformákat. Az eseményről tartott sajtótájékoztatón elsőként Barta Endre alpolgármester osztott meg részleteket. Én örömmel állok itt, hiszen egy olyan programot jelenthetünk be, ami nagyon-nagyon hiánypótló volt itt eddig városunkban. Dóczi Zsuzsa fitness instruktor azzal keresett meg még az év elején, hogy találjuk meg azon embereket itt Dunaújvárosban, akik kicsit kiszorulnak abból, hogy mozoghassanak, élvezhessék a csoportos mozgás minden örömét. Ki is dolgoztunk közösen egy programot, viszont sajnos a vírushelyzet közbeszólt. Azonban nem volt hiába való ezen tervezés, hiszen láthattuk őt akár a Mozogj Otthon programban a DS médiának köszönhetően, és most pedig itt vagyunk. Sajnos a vírus továbbra is korlátozza a lehetőségeinket, mégis azt mondtuk, hogy nézzünk a tortából meg egy szeletet, és indítsuk el ezt a Mozogj Dunaújváros programot. Dóczi Zsuzsa hozzátette, szívügyének tekinti ezt a kezdeményezést. Nagyon nagy vágyam valósul meg azzal, hogy elkezdjük ezt a projektet, úgy, ahogy Barta Endre, a polgármester elmondta előttem. Régi vágyam volt már, hogy újraélesszük ezt a lehetőséget, hiszen erre már korábban volt példa. Egy állami pályázati projekt keretében 2 évvel ezelőtt folytak már a városban ingyenes edzések, viszont annak a projektnek nagyon hamar vége lett, és ott maradt egy csapat, akiknek igényük volt arra, hogy mozogjanak, de sajnos nem mindenki engedheti azt meg magának, hogy rendszeresen sportoljon, csoportos órákon vegyen részt, és erre pénzt áldozzon. Akár konditerembe bérletet vegyen, akár egy-egy csoportos órára befizessen, és egy-egy alkalommal megjelenjen. És szembesültem azzal, hogy sokan mondjuk úgy járnak az edzésekre, hogy csak fizetés környékén, vagy egyáltalán nem, miután megszűnt az ingyenes lehetőség. És én azóta ezt tervezgetem, hogy visszahozom ezt a városba. Meg is kerestem ezzel a lehetőséggel az önkormányzatot. Barta Endre alpolgármester azonnal az ügy mellé állt. Természetesen elő kellett teremteni ugye a feltételeket ehhez, és így, ahogy elhangzott az előbb, közbeszólt a vírushelyzet, nem tudtuk elkezdeni már tavasszal ezt a projektet, de a Mozogj Otthon Dunaújváros egy online lehetőséget biztosított minden érdeklődőnek, és nagyon nagy számmal szerencsére részt vettek ezeken az órákon, nagyon sikeres volt. Én nagyon bízom benne, hogy most is sikeres lesz ez a projekt. Már a bejelentést követő héten, tehát jövő héten kedden 19 órakor meg fogjuk tartani az első órát. Nagyon sok szeretettel várunk erre mindenkit, aki szeretne mozogni, és heti rendszerességgel fognak zajlani ezek az órák, és úgy tervezzük, hogy több edzőt, oktatót is be fogunk vonni ebbe a projektbe. Kiemelte, egészségünk erősítése most talán még fontosabb, mint máskor. Én azt gondolom, hogy soha nem volt ennyire aktuális ez a téma, hogy az egészséges életmód, és hogy erősítsük az immunrendszerünket, mint most ebben a vírusos helyzetben. És nagyon szépen köszönöm, hogy mellém állt az önkormányzat, az ügy mellé állt, és a bizalmat is, hogy rám bízta ennek a projektnek a menedzselését. Igyekszem úgy összeállítani majd ezeket az órákat, hogy minden korosztály részt tudjon rajta venni, és tényleg változatos legyen, színes legyen, zenés lesz, pörgős lesz, nagyon jó hangulatú órákat tervezünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és jövő héten indulunk. A Dunajvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Által koordinált kezdeményezésre minden mozogni vágyót várnak. Ezekre az eseményekre a Turinform irodában lehet jelentkezni, meg lesz adva egy telefonszám és egy e-mailes elérhetőség. Reggel 8-tól délután 4 óráig szívesen várunk mindenkit a regisztrációval. A Mozogj Dunajváros kezdeményezésben minden kedden este 7 órától tartanak edzést a szakemberek a Fox-es edzőtermében a Patyolat udvarban. A részvételhez regisztráció szükséges. Országos kétnapos versenyt rendez a Dunajvárosi Darts Klub Egyesület. Az eseménynek a Dunajvárosi Sportcsarnok ad otthont október 23-án és 24-én.
A megmérettetésen amatőr és nyílt, férfi és női kategóriában mutathatják meg tudásukat a nevezők. A kisebb helyszínek után ezúttal a Dunajvárosi Sportcsarnokban rendez versenyt a Dunajvárosi Darts Club Egyesület. Elég szép helyre kerültünk, egy impozáns helyen fogunk dartsozni. Ez a versenyünk május 1-én lett volna megrendezve, csak a vírus miatt úgymond elmaradt. Most úgy néz ki, hogy kezdünk kilábolni belőle, mindenki nyit, minden létesítmény újra kinyit, és hát ezt mi is megragadtuk. Megkaptuk ezt a szép nagy termet, ahol elég sok sporteseménynek lehetünk szemtanúi, és most mi itt fogunk majd dobálni október 23-24-én. Egy kétnapos verseny lesz, Dunajváros Open-nek neveztük el mi anno 5 éve. 5 éve csináljuk ezt a versenyt minden évben egyszer. Harmadik éve van külön amatőr versenyünk is, erre igény volt, és ezért lett ez a verseny kétnapos. Több kategóriában is összemérhetik tudásukat a versenyezni vágyók. Indulnak lányok is, női verseny is lesz, külön 21 és 24-én is, és mindenkit szeretettel várunk erre a versenyekre. A női amatőr versenyre már nagyon sokan jelentkeztek, 10 és 18-an vannak eddig a női amatőrre. A női nyílt versenyre még kicsikét kevesebben, a férfi amatőr verseny is olyan 40 körül résztvevő eddig regisztrált, és a nyílt versenyünk is egy olyan 30 és 40 fő között van. 96 főig tudunk foglalkoztatni versenyzőket. Egy új installáció álltunk ki, egy új táblárendszer állunk ki, mind a két felén lehet majd rávákon dobálni. Nagyon szép, nagyon látványos lesz majd ez a bemutató. Az esemény október 23-án 10 órakor kezdődik. Az első napon az amatőr, a második napon pedig a nyílt verseny eseményei zajlanak majd a sportcsarnokban. Október utolsó hetében tábort szervez a Dunaferese úszó szakosztálya. A programban az edzések mellett szabadtéri rendezvények is szerepelnek, és egésznapos elfoglaltságot biztosítanak az őszi szünet ideje alatt a gyermekek számára. A részvételhez nem feltétel az úszás tudás. Az őszi szünet idejére hirdettek úszótábort a Dunaferese úszó szakosztályának edzői. Napi két intenzív úszás foglalkoztatás, szabadtéri játékok és természetesen minden nap háromszori étkeztetés a része a szervezők által kialakított programnak. Október 26-ától kezdődik egy hétig. Az őszi szünetre esik ez a tábor. Direkt így találtuk ki, hogy a szülőknek ez egy könnyebbséget ad. Igazából reggel 7:30-tól délután 3-ig tart, ebben háromszori étkezés van, 2 edzés. Itt hozzátenném, hogy nem szükséges az úszástudás. Itt szeretnénk, ha jönnének olyanok is, akik most ismerkednek a vízzel, aztán utána esetleg, ha megtetszik nekik ez a hét, a program, akkor jönnének utána tanfolyamra úszni. Vadászné Szentesi Szilvia kiemelte, a rossz időjárás sem jelenthet gondot. A rossz idő esetén át tudunk menni a Vasváriba, ott adnak nekünk tornatermet, focipályát, tehát az oktatók végig segítenek. Alapemberként ott leszek, de az úszó edzők jönnek, és amint leadják a saját csoportjukat, akkor utána ők is jönnek, segítenek, megtartjuk az edzéseket. Megpróbáljuk változatossá tenni az órákat. Hozzátette, már eddig is sokan jelentkeztek olyanok is, akik csak most barátkoznak a sportággal. Már most is olyanok jelentkeztek hozzánk, akik már járnak a tanfolyamra sokan, tehát azért sok gyereket ismerünk. Persze már jelentkeztek olyanok is, akiket még nem ismerünk, és szóltak is a szülők, hogy hát ők még csak ismerkednének, de mondtuk, hogy természetesen, majd most megszeretik a vizet. Az úszótábor október 26-ától indul nem véletlenül, hiszen célja többek között, hogy az őszi szünet ideje alatt is hasznos elfoglaltságot nyújtson a gyerekeknek. A szervezők korosztálytól függetlenül várják a fiatalok jelentkezését, hogy kellemes és hasznos elfoglaltságot nyújtsanak nekik. A csoportos edzések mellett az időjárási körülményektől függően szabadtéren, friss levegőn is végezhetünk gyakorlatokat, amelyekre különböző helyszínek és lehetőségek állnak rendelkezésünkre. Ezekről Hrozik Edit fitness edző osztotta meg gondolatait, véleményét stábunkkal.
Az élményfürdőben több nyilvános edzést is levezetett Rozik Edit. Akkor is kifejezetten a helyszínhez igazodva a vízben mozoghattak a sportolni vágyók. Később a parton mutatta be stábunknak, milyen lehetőségeink vannak arra, hogy minél jobban átmozgassuk magunkat. A hűvös idő beköszöntével pedig újabb módozatokra hívta fel a figyelmünket, amelyek kiváló edzésformákat tesznek lehetővé. Dunajvárosban azt gondolom, hogy a csodás Dunapartunkat is kihasználhatjuk, illetve az adott lehetőségeket nyújtotta a kondiparkot, sétálhatunk a hátsó lépcsősorainkon, kocoghatunk, éppen ki milyen verziót szeretne választani, kardioerősítő jelleggyanánt. Rozik Edit az általa előnyben részesített helyekről, mozgásformákról is beszélt. Nagyon szeretem a lépcsősorunkat, hiszen erősítő, alsótestfókuszos erősítőgyanánt is praktikus gyakorlatokat lehet bevetni rajta, akár kéztámaszos gyakorlatokat, tehát felsőtestre is tudunk edzeni vele, és nem kell hozzá semmi eszköz. Tehát elindulunk egy fél literes kis palackkal, amit megtöltünk vízzel, sétagyanánt, nyakunkba teszünk egy törölközőt, és aztán összekötjük a kellemest a hasznossal. A szakértők egyértelműen felhívják a figyelmet arra, hogy hűvösebb időben hosszabb bemelegítés szükséges az edzés előtt, és nem célszerű túl hosszú tréningeket végezni a szabadban. A mai kispad végére értünk, de a helyi sportélet továbbra is szolgál hírekkel, eseményekkel, érdekességekkel, melyekről legközelebb jövő kedden számolunk be. Akkor is számítunk megtisztelő érdeklődésükre, tehát viszontlátásra!